Éppen felszáll az a drón, amit közel 80 méteres magasságban várnak a szakemberek, hogy az eszköz által áthúzott kötelet rögzítsék a Duna felett. Ugyanis a TAR Kft. Megbízott egy többek között távvezetékek építésével, illetve szerelésével foglalkozó céget, hogy Mohács-Szőlőhegy és Új-Mohács között kifeszítsen egy csaknem 1300 méter hosszú internetszolgáltatást biztosító légkábelt. Takács István, az MVM Expert ZRT projekt kivitelezési osztályvezetője azt mondja, korábban a folyókat, különböző fizikai akadályokat más módszerekkel hidalták át, a Dunán például hajóval húzták volna keresztül azt az előkötelet, amivel később áthúznák a végleges optikai kábelt. Bevezettük egy pici kis innovációt ebben a folyamatban, megpróbáljuk drónnal áthúzni egy vékony előkötelet, aminek segítségével visszahúzunk majd egy olyan perlon kötelet, amivel be tudjuk húzni a végleges optikai kábelt. Nem először csináljuk. A vezeték szakasz része lesz a szolgáltató szupergyors internetprogramjának keretében megépülő Mohács városrészi hálózatnak, ami nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás. Ugyanis ezáltal biztosítva lesz olyan földrajzi területeken is a széles sávú internet, ahol ez idáig technológiai elmaradottság miatt arra nem volt lehetőség, mondja Tar János. Gyakorlatilag a beruházás lényege az, hogy Mohácsi kistérségben nekünk ellátni kell ügyfeleket a szélessávú internet projekt keretein belül. Ebbe beletartozik egyébként a Mohács iparterület, beletartozik Mohács Szőlőhegy, Mohács Dunapart, és a másik oldalon Új Mohács, ugye Mohács két részből áll, tehát gyakorlatilag az már az Alföld, és ott is el kell látnunk ügyfeleket. A szekszárdi telep helyű 100%-ban magyar tulajdonú TAR Kft. 350 településen több mint 110 000 előfizető otthonában van jelen.